estét kívánok, kedves nézőink! Ez a külpolitikai kitekintő, a heti TV külpolitikai zászlós hajója. Más zászlós hajókkal ellentétben ez nem süllyedt el. Ez egy rendhagyó műsor lesz. Amikor mondtam a főszerkesztő úrnak, hogy kiket akarok meghívni, akkor azt mondta, hogy hát ez egy fura dolog, mert ugye az volt a megállapodásuk, hogy politikusokat nem hívunk ide, csak szakértőket. És én erre azt mondtam, hogy és így is gondolom, hogy ez a két úr, akit meghívtam, politikus ugyan, de inkább szakértő. És most szakértői mi voltában hívtuk meg, azon kevés politikus közé tartozik, akik a saját területükön, én azt gondolom, így most bátran belemondom a szemükbe, hogy a külpolitika legjobb szakértői közé tartoznak. Ráadásul rendes emberek, barátok, barátaim, Németh Zsolt és Szent Ivány István. Van-e ilyen nevet nem ismeri, nem mondok hozzá titulusokat. Szakértő mind a kettő. És a rendhagyóság jegyében ez a műsor arról szól, hogy milyen volt a 2022-es év, és egy picit előre nézzünk, hogy milyen a 2023-as. Ugye ilyenkor nem lehet nem elmondani azt a régi elcsépelt viccet, hogy ez egy közepes év volt, hogy jobb, mint az előző, de vagy rosszabb, mint az előző, de jobb, mint a következő. Tényleg ilyen lesz, Zsolt, szerinted? Azt hiszem, hogy egy drámai fordulat következett be azért be a világpolitikába. Már a pandémia is eléggé megrázott minket, és hát ahhoz képest valóban ez az év jobb volt, hiszen egészen fantasztikus módon a világ gyógyírt talált erre a világbetegségre, nagyon gyorsan és nagyon bámulatos gyorsasággal sikerült kigyógyulni ebből a borzalomból. Mindannyian meg voltunk döbbenve, hogy hogyan áll le a világ, és hogy hogyan kell alkalmazkodni egy teljesen új feltételrendszerhez. De azt gondolom, hogy elmosta a pandémia okozta sokkot, ami egyébként, jegyezzük meg, nem csak a hétköznapi életünket, hanem a gazdaságot is nagyon súlyosan érintette. Elmosta ennek a jelentőségét a háború. Nem számítottunk arra, hogy lehetséges, hogy még egyszer ez a barbarizmus kitör Európa földjén. Noha a milosevicsi barbarizmus azért az nem volt olyan régen, tehát nem kell feltétlenül a második világháborúig visszamenni, de mégis azt hiszem, hogy bátran mondhatjuk, hogy ennek a jelentősége azért más nagyságrendileg a milosevicsi barbarizmushoz képest, hiszen az egész világpolitikát megrengette, megrengeti és befolyásolni fogja hosszú távon. Tehát semmiféleképpen nem egy lokális konfliktusnak minősíthető, ami Oroszország és Ukrajna között van, hanem egy globális kihívással szembesülünk. És ezen nem vagyunk túl. Nem vagyunk túl a katonai fázison, attól tartok, hogy itt a katonai fázissal kapcsolatban még nem biztos, hogy a 23-as évben túl leszünk rajta. Tehát az amerikai feltételrendszer az félő, hogy nem fog olyan mértékben megváltozni ebben az esztendőben még, hogy azt a hozzájárulást meg tudja tenni Amerika, ami ennek a háborúnak a befejezéséhez megítélésem szerint nélkülözhetetlen. Tehát egy elhúzódó konfliktusra kell azt hiszem berendezkednünk. És akkor nem beszéltünk a problémának a szerteágazó irányairól, a energetikáról, ami úgy tűnik, hogy egy teljesen új időszámításnak a kezdete, vagy mondhatnám azt is, hogy kitolta azt a fajta zöld és digitális átállásnak a vágyát, lehetőségét, álmát, amit az elmúlt években a nyugati világ maga előtt fölvázolt, és visszahuppantunk a realitások közé. Sem a fosszilis energia, sem pedig a nukleáris energia nem kerülhet. Azt gondolom, hogy középtávon sem
a zárójelbe. Nem fogjuk tudni ezt az alternatív zöld átállást úgy megvalósítani, ahogy ezt gondolta Európa különösen. Tehát ez az energetikai dimenzió egy kulcsfontosságú kérdés, ennek a gazdasági hatása és ennek az élelmezésre való hatása és a globális egyenlőtlenségekre való hatása nagyon messze mutat. Nem fog még most 23-ban ez ennyire látszani, 24-ben, az ezt követő években lesz igazán drámai ennek a globális egyenlőtlenségnek a kibontakozása, ami elválaszthatatlan ettől a jelenlegi helyzettől. Tehát röviden azt tudom mondani, hogy megyünk még befelé az erdőbe, és nem nagyon látom azt, hogy a kifelé vezető út az mikor fog elkezdődni. Ami talán egy fontos hatás, ami pozitív, hogy ne csak ezt a negatív víziót vázoljam, hogy szemmel láthatóan a valóság kopogtatott be az ablakon, és vannak a valóságra nyitó szereplői a nemzetközi politikának. Én örvendetesnek tartom azt a fordulatot, ami Olaszországban bekövetkezett, Izraelben örülök a Netanyahu-féle visszatérésnek. Az amerikai politikában is azt gondolom, hogy van egy korrekció jelenleg, és a NATO pedig összezárt, és a NATO-nak a szerepe ebben a jelenlegi helyzetben nagyon jelentős, felértékelődik. A madridi csúcs találkozó nagyon sok előremutató dolgot határozott meg. Lesz egy komoly haderőfejlesztés a NATO keretei között. Elfelejtettük, hál' Istennek, lassan azt a vitát, hogy most amerikai vagy európai technológiára kell fókuszálni. A NATO innovációs alapjának a létrehozása Madridban megteremti a haderő és a hadipar fejlesztésnek a transatlanti lehetőségét is. Ezek már azt gondolom, hogy a megoldásnak a részét képezik. Ami egy nagyon fontos kérdés, hogy mi lesz Kínának a szerepe a politikai középtávon. Most egyelőre Kína nagyon jó arcát mutatja a háború kitörése óta. Visszafogott, párbeszédképes, konstruktív, agressziónak a jelei nem mutatkoznak a kínai politikában. Tehát van egyfajta olyan kényelmes hátradőlés az ő magatartásukban, hogy hát most az oroszok elvégezték azt a munkát, amit el kellett végezni, és immáron az oroszoknak az együttműködése Kínával energetikai téren például nagyon látványosan megkezdődött. Ez a Szibéria 2 gázvezetéknek a megépítése Kína irányába azt a jövőt vetíti elénk, hogy mégiscsak Kína és Oroszország nagyon szorosan összezárhat. Az a negatív utópia, amit még Kissinger vázolt föl a 70-es évek elején, az bekövetkezni látszik, hogy összezár Kína és Oroszország. Ez a nyugatnak a dolgát nem könnyíti meg középtávon. Akkor elkezdtél beszélni, elkezdtem izgulni, hogy olyanokat mondasz, hogy unalmas lesz a beszélgetés, mert az Istvánnak csak egyetértési lehetősége lenne, de aztán mondtál egy-két olyat, ahol így azt gondolom, hogy hallhatunk ezzel versengő véleményeket. Igen. Is. István, légy szíves. Igen, hát nagyon sok minden egyetértek, és azt nem ismétlem meg. Hát ez így van, ennek az évnek a legfontosabb eseménye a háború volt, és ez valóban először fordult elő, hogy egy nukleáris nagyhatalom területszerző háborút folytatott a II. Világháború óta, vagy területrabló háborúba kezdett. De nem erről akarok beszélni, te mondott fontos dolgokat Zsolt, és nem mindennel értek teljes mértékben egyet. Tehát a zöld átállás kérdésére azt mondanám, hogy rövid távon igaz, hogy az történt, hogy be kellett vonni már még szén erőműveket is, amiket nyilvánvalóan nem segítenek, és a nukleáris energia felé fordulás is megtörtént, aminek én nem nagyon örülök.
de ez rövid távon így van. Azonban hosszú távon van egy pozitív hatása ennek az energiaszűkösségnek, méghozzá az, hogy azért fölgyorsítja a megújuló energiák iránti igényt. És ez egy nagyon pozitív dolog szerintem. Tehát én úgy láttam, hogy képesek leszünk 2030-ra elérni, éppen emiatt, a háborús hatás miatt a vállalásokat, a 50-50-t, a 55%-os megtakarítást. Tehát én ebben a szempontból optimistább vagyok. Ami az energiát illeti, a fő problémát nem is abban láttam, hogy jelen pillanatban van egy energia árrobbanás, ez is természetesen egy probléma. Sokkal nagyobb probléma az, hogy a globális energiapiac szétesett, regionális piacok vannak, és ez Európának okoz nagy gondot, mert Európa lényegesen drágábban jut hozzá az alapvető energiához, mint akár Távol-Kelet, akár az Egyesült Államok. Ugye az Egyesült Államok egyharmada az ára, az európai árnak. Most Kína és India profitál ugyan a mi szankcióinkból, mert Oroszország nagyon lecsökkentette az eladási árait. Ott 50 dollárért megy az olaj, amit mi azért még 70-80 dollárért kapunk meg hordónként, és a gáz, amennyit tudnak szállítani, ugye a kapacitásaik kevesek az oroszoknak, de amit tudnak szállítani, azt fele áron adják ott, mint itt. Tehát ez egy középtávon, ha nem konszolidálódik az energiapiac, akkor Európa számára ez egy nagyon komoly kihívás, versenyképességi probléma, mert valóban most ebben a pillanatban mi dupla áron jutunk hozzá mindenhez. És ami a választási eredményeket illeti, tehát nem megyünk bele most részletekbe, hogy nyilván nem ez a cél. Ami az olasz választásokat illeti, azt gondolom, hogy olyan szempontból egyet tudok érteni Zsoltán, hogy bennem nagyon sok aggodalom volt, de végül is ezek nem igazolódtak be. Tehát Giorgia Meloni most gyakorlatilag az európai fővonallal együttműködik, és az, hogy drágít az előző miniszterelnököt ilyen belső tanácsadónak tekintés, hogy alapvetően tudta valamelyes Salvinit és Berlusconit marginalizálni, akik ugye közismerten orosz barát, vagy Kreml barát, Putyin barát politikát folytatnak, ez egy nagyon biztató jel, elkötelezte magát a szankciók mellett, elkötelezte magát Ukrajna támogatása mellett, tehát ez egy jó dolog. Még bocsáss meg, olaszba hadd vágjak bele, hogy azt gondolom, hogy ennek a kormánynak, ugye az olasz kormányról beszélünk, ugye a migrációs politikája is egy sokkal mérsékeltebb, normálisabb, mint amit Salvinitől gondolt volna az ember. Igen. És azt kell mondanom, hogy lehet, hogy ez nem annyira lényeges, de hogy az olasz migrációs politika az most nagyjából olyan, ami ennek az európainak is kéne lenni. Igen, én ezzel egyetértek. Tehát én azt gondolom, hogy a migráció ez egy komoly kihívás. A Európa erre nem volt fölkészülve. Olaszország jelenlegi álláspontja, amelyik ebben tartózkodó, de nem antihumánus, az szerintem egy jó irány lehet a jövőre nézve. Most a néhány dolgot azért még röviden megemlítenék. Tehát, hogy az Európai Unió szerintem jól vizsgázott ebben. Mindenki úgy látja, hogy sok aggodalom volt, hogy egy ilyen válságot nem fog tudni kezelni, és szétesik az Európai Uniós egység. Ehhez képest szerintem többé-kevésbé ez megmaradt, Európai Unió jól reagált. Én azt látom, hogy a megfelelő reakciókat végrehajtotta az orosz agresszióval kapcsolatban, szilárd maradt. Nagy kérdés az is, hogy ez a jövőre vonatkozik, hogy ez mennyire lesz tartós. Tehát ez valóban egy kérdés, hogyha jövő tavasszal az energiahelyzet tovább romlik, és az európai gazdaság valóban recesszióba fordul, ennek megvan az esélye, akkor a közvélemény kitart-e a dolog mellett, és a közvéleménynek hatása van a politikai elit működésére is. Egyébként ami a háború kilátásait illeti, én egy fokkal optimistább vagyok, mint amit Zsolt mondott. Én azt látom, hogy a felekben is érzékelem, és a felek külső támogatóin is, hogy van egy fáradás, és van egy törekvés, hogy ezt azért le kéne zárni. Még az orosz oldalról is érkeznek ilyen jelzések, Peszkovtól és másoktól. Egyelőre persze irreális feltételeket próbálnak támasztani, de már jelzik, hogy többen ők szeretnének ők is ebből kivonulni, és ukrán részről kevésbé érzékelhető, de már ők is emlegetik, de az amerikai politikában is, és az európai politikában is megjelenik ez, ugye Macron részéről, mások részéről, hogy szeretnék, hogy arra felé terelni a feleket. Tehát én, az én személyes jóslatom, azt meg szabad engedni egy ilyet az év végén, az, hogy
jövő tavasszal, legkésőbb nyáron szerintem a katonai része lezárul. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy vége a konfliktusnak. Tehát ez könnyen lehet, hogy befagyott konfliktussá válik, de minden esetre ez az intenzitás, ahogy a mozz zajlik, ez szerintem ez véget fog érni rövid távon, tehát én úgy jósolom, hogy az év közepéig. Most látható az, hogy Ukrajna tesz még egy utolsó nagy erőfeszítést, ahogy láttam, most egy újabb offenzívát készítenek elő Melitopol irányába. Ez elvezetett odáig, hogy a február 24-e után elfoglalt orosz területek jelentős részét vissza tudják szerezni. Én annak nem látom az esélyt, hogy a Krím-félszigetet bármikor is vissza tudnák foglalni, vagy a Donyecknek azt a részét, ami korábban is orosz megszállás alatt volt, és lehet, hogy ez már nem, igazából nem is céljuk. Tehát én ebben egy kicsit optimistán vagyok. A Krím-félsziget egy veszélyes vállalkozás lenne. Tehát én nem is hiszek abban, hogy ez sikerül. Igen, én azt gondolom, hogy meg se kéne próbálni igazából. Igen. Bizonytalanságot lehet teremteni ott a körül, de meg elfoglalni, azt gondolom. De te, Zsoltán, sok minden mellett még az Európai Unióhoz is értesz egy kicsit. Arra reagálnék egy kicsit kérdéssel, amit az István mondott. Ugye vagyunk néhányan, akik azt mondják, hogy az Európai Uniónak nem az a fő vitája, hogy itt most egyhangúság vagy többségi döntéshozás. És hogy egy olyan, én például azt gondolom, hogy egy olyan döntéshozatali rendszer lenne a jó, ahol egyhangú döntések vannak, de a végrehajtásban nem mindenkinek kötelező pontosan egyformán részt venni. Ugye, hogy ezt a NATO is csinálja egyébként. Szerinted például ezek a legutóbbi döntések szankcióügyekben, ahol Magyarország, de nem csak Magyarország, hanem Szlovákia, Csehország is bizonyos kérdésekben, és így tovább. Ugye, tehát megszavazza a szankciókat, de a részvételnek a mi volt a miensége, az más. Hogy szerinted ez lehet egy pozitív irány a jövőre nézve, hogy ne ilyen elméleti vitákat folytassunk csak? Hát én azt gondolom, hogy ugye ez a konstruktív tartózkodás, amiről beszélsz, és ez egyre érzékelhetőbben jelen van a napi működésben, és én egy nagyon jó iránynak tartom, hogyha ebbe az irányba haladunk. A németeknél a nyomás az óriási arra, hogy ezt a minősített többségi szavazást ezt behozzák. Most ugye ezt felerősítette nem csak a magyar példa, hanem most itt a schengeni ügyben az osztrák vétó az elmúlt napokban ezt nagyon erősen kiélezte. Tehát a németek teljes erővel a minősített többségi döntéshozatalnak a megteremtése irányába kötelezték el magukat. De mintha a franciák nem igazán. Mintha nem. És én azt hiszem, hogy ez egy döntő kérdés, és itt a francia-német együttműködési tengelyben nekünk azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mélyítsük a francia kapcsolatainkat. Éppen tegnap jöttem az a Franciaországból, és találkoztam a Szenátus Külügyi Bizottságának az elnökével, a partneremmel, és azt kell mondanom, hogy meg se kellett szólalnom. Tehát elmondta azt a hivatalos magyar álláspontot, hogy nem kellene itt az elkövetkezendő időszakban ásni az árkot az Európai Unión belül. De noha valóban a 9 szankciós csomagnak a kidolgozása az inkább sikertörténet. Tehát sikerült egy nagyon komoly... Nagyon jó, hogy mondod. Inkább sikertörténet. Tehát sikerült egy olyan egységet kialakítani, nem egy ilyen anyag. Mert vizuálisan képzeljük el magunk előtt egy ilyen anyag, amilyen szankciók megszülettek, technológia szankciók, személyi szankciók, mi egymás. De azt gondolom, hogy ugyanakkor az, hogy most itt megtorpant a folyamat, az nem Magyarországnak az érdeme pusztán, hogy az energiaszankcióknál mi azt mondtuk, hogy ez egy vörös vonal, hanem gyakorlatilag mi mondjuk ki az Európai Uniónak a többségi álláspontját. Ez nem hallatszik egyenlőre, hogy ez lenne a többségi álláspont, de azt gondolom, hogy ez a többségi álláspont nem kívánja az energiaszankciókat tovább bővíteni az Európai Uniónak a meghatározó
fő iránya, és Magyarország, aki hangot ad ennek, bátorítanak is bennünket, hogy adjunk hangot ennek a véleményünknek. Nem gondolom, hogy egy túl korrekt magatartás egyébként. Politikáról beszélünk, neked mondjam. Ezen szereplők részéről, de úgy vélem, hogy itt most az, hogy tovább menjünk a gázszankciók, vagy akár a nukleáris szankcióknak az irányába, az egy önveszélyes kísérlet, és a jelenleg meglevő egységét az Európai Uniónak nagyon nagy mértékben aláásná ez, ugyanis az elkövetkezendő néhány hónap komoly gazdasági, szociális elégedetlenségekkel, feszültségekkel fog járni, és adott esetben egy dominó hatása lehet az európai politikai rendszernek, nem csak a gazdasági, hanem a politikai stabilitására is. Tehát az, hogy most Magyarországgal sikerült egy megállapodást tető alá hozni, hogy Lengyelországgal szintén megszületett a megállapodás, az azt gondolom, hogy azt a felismerést jelzi, hogy lehet, hogy most a belső egységet kell erősíteni, meg kell próbálni az Európai Uniónak fölzárkózni ilyen értelemben a NATO-hoz, amely tudta ezt az elmúlt időszakban hozni. És ezek a fajta jogi megoldások, amelyeket az előbbiekben említettél, tehát mondjuk a konstruktív tartózkodás intézményének az előtérbe helyezése, a minősített többségnek az erőltetése helyett, nem azt mondom, hogy a minősített többség mint intézménynek nincs létjogosultsága, csak vannak mondjuk úgy, hogy identitás érzékeny területek. Ahogy mi úgy fogalmazunk a magyar, mondjuk úgy, hogy európai jogban, hogy a alkotmányos identitásunknak a része, és itt a migráció, vagy a családpolitika, vagy ezek a kérdések, ezek szintén hangsúlyosan bejönnek, és én itt erre gondoltam, amikor Olaszországra utaltam például, hogy itt e tekintetben teljes mértékben elkötelezett a kereszténydemokrata irányultságban teljes mértékben elkötelezett Meloni asszony, és azt gondolom, hogy ez egy komoly, kiegyensúlyozó hatással lehet az Európai Unióra, hogy nem csak a lengyelek meg a magyarok, hanem immáron egy nagyon meghatározó alapító tagállam is ezekben a kérdésekben így határozza meg az álláspontját, és a külpolitika az pedig hangsúlyosan az alkotmányos identitásnak a részét képezi, hogy ki merre, hogyan gondolja. Nekünk a visegrádi együttműködés az a vérünkben van. Vagy sorolhatnánk még néhány ilyet, nemzetpolitikai elkötelezettség nem jelent számunkra mozgásteret, hogy nekünk a nemzeti kisebbségek mellett határozottan kell föllépni. Igen, hát hadd reagáljak, kérjét több minden is van. Tehát először is az egyhangúság. Ugye elvileg ennek lenne és van létjogosultsága, én is azt gondolom, hogy olyan esetekben, amikor egy országnak valóban alapvető érdeke fűződik egy kérdéshez, akkor legyen meg a lehetősége, hogy azt el tudja utasítani. Tehát én nem vagyok abszolút ellene az egyhangúságnak, viszont látható az, hogy az egyhangúsággal nagyon sokan visszaélnek. És ehhez a magyar kormány is nagyon sokat hozzátett. Nem csak ő, de a magyar kormány kifejezetten úgy gyakorolta ezt a jogot, hogy az elmúlt évben 11 alkalommal, ebből 3 Kínával kapcsolatos volt, 2 Oroszországgal, 1 Törökországgal, 1 Izraellel. Tehát úgymond harmadik országoknak tett szívességként használta ezt a jogot, és ez egy visszaélés. Ez erősíti azt a szándékot, hogy a minősített többséget vezessék be. Holott megvan a létjogosultsága az egyhangúságnak, én is így gondolom, de ez biztos, hogy felerősíti. Ami a francia álláspontot illeti ezzel kapcsolatban... De most akkor igen vagy nem a külpolitika területén, István? Tehát én azt mondom, hogy ha felelősségteljesen viselkedne minden tagállam, akkor maradjon meg az egyhangúság, ami azt jelenti, hogy nagyon ritka esetben kerül sok. Ugye Magyarország a vétót 2004 és 2015, tehát abban az időszakban, amikor te államtitkár voltál, én nagykövetül Martonyi János külviszett, egyszer sem használta. Tavaly 11-szer használta. Tehát itt egy visszaélésszerű dolog. Jó, de most egy jogintézményről beszélünk, igen. Vagy igen, vagy nem.
jogintézményhez beszélt, tehát ebben az esetben meg kell mondjam, hogy én most azt mondom, hogy akkor valóban, ha itt ez elharapózik, és ez a gyakorlat, akkor a minősített többség a megoldás. Egyébként a franciák is hajlanak erre, ugye Macron elnök, amikor tavaly összefoglalta az általa kezdeményezett európai jövőjéről szóló vit, ez a Future of Europe vitának a lényegét, vagy a tartalmát, akkor ezt emelte ki elsőképpen, hogy az úgy látszik, hogy az emberek azt gondolják, hogy most már át kell térni. Az más kérdés, hogy ezt most egyáltalán nem hangsúlyozza annyira, mint Scholz kancellár, aki ezt középpontba állította, annyira. Scholz azt mondta, hogy bővítésre is csak akkor kerülhet sor, ugye a Prágai Károly Egyetemen tartott nagy Európa politikai beszédében, azt mondja, csak abban az esetben járul hozzá bármilyen bővítéshez, hogyha a döntéshozatali rendszert megváltoztatják, mert szerint ez paralizálja Európát. Ő már attól fél, hogy az egyes ország folyamatosan vétóznak, és tényleg lebénítják az európai. Ez egy rossz hír, ugye, mert ebben az az üzenet rejlik, hogy az újak szoktak vétózni, és sajnos ezek van valami. Sok igazság van, bár tegnap éppen nem egy új vétózó Schengen ügyben, de igen. Történelmileg nagyon sokan vétóztak már, és valóban egyszer-egyszer, de Ausztria nem vétózott 11-szer, és főleg nem olyan ügyekben, hogy Kína egyes cselekményeinek az elítélésével szemben. Ezekre lenne nagyon jó, amiről beszéltünk, a konstruktív tartózkodás. Én ezt egy több cikkben, nyilatkozatban elmondtam, hogy nem értem a magyar kormányt, hogy miért nem él gyakrabban ezzel az eszközzel. A lisszaboni szerződés egyértelművé teszi, hogy külpolitikai kérdésekben létezik a konstruktív tartózkodás, ami azt jelenti, joga is van nyilatkozni erről, egy nyilatkozatot hozzáfűzni a döntéshez, hogy ő maga nem érte egyet, de nem érzi azt, hogy olyan elementáris érdeke fűződne ehhez, hogy meg kéne akadályozza az Európai Unió működését. Majd egy kicsit kevésbé lesz feszült a helyzet, szerintem akkor ez kialakulhat egy ilyen. Na tehát ez van, most az egyszer, egyébként megtette a magyar kormány, és hála Istennek, amikor az Európai Unió döntött amellett, hogy, vagy arról, hogy az ukrajnai katonai kiképzésben is részt vesz, akkor Magyarország konstruktíven tartózkodott, tehát nem akadályozta meg, hogy az Európai Unió ehhez pénzeket adjon, és tagjai ezt folytassák, de jelezte, hogy ő nem kíván részt venni. Ebben a kiképzésben, itt azért tegyük hozzá, hogy egyébként a NATO keretek között a katonaorvosoknak a kiképzése, az megkezdődött. 80 katonaorvos kiképzése folyik ma Magyarországon, tehát folyik egyfajta kiképzési együttműködés. Igen. NATO keretek között, Magyarország és Ukrajna között. Hát ez azért ez nem egy mellékes dolog, és az előbbiekhez azért most hadd vessem föl neked, igen, hogy Izrael ügyében akkor kivétózott volna, hogyha Magyarország nem vétóz. De miért kell vétózni manára? Hát azt gondolom, hogy vannak olyan szituációk, amikor az alkotmányos identitásunknak a része, hogy azt mondjuk, hogy azért ez már mégse, tudod? Tehát most én azt gondolom, hogy azért itt át kell, vagy mit kell mondani, akkor... Nem lett volna elég a konstruktív tartózkodással azt mondani, hogy mi ezzel nem értünk egyet? Izrael esetében én is afelé hajlok, hogy nem, mert ugye azt látjuk, hogy Izraelrel szemben azért egy eléggé, hát nem fair, diszkriminatív politika érvényes, főleg az ENSZ-ben és az ENSZ szerveiben, de sok szempontból az Európai Unióban is. Bocsánat, ezt a vitát most félbe kell szakítanom, de mert van egy kérdés, amit nagyon szeretnék megkérdezni, és visszaélek a lehetőségeimmel. Ugye tegnap az ukrán parlament egy új nemzeti és kisebbségi törvényt fogadott el. Volt alkalmad, Zsolt, meg neked is meg ezt megnézni, mert egy első látásra ez egy nagyon pozitív lépés, ami megnyithatja az utat a magyar-ukrán kapcsolatoknak abszolút normalizálásához. Mit gondolsz, Zsolt, azért ez egy abszolút fontos kérdés, úgyhogy te mondtad, ez egy identitás kérdés is. Így van, ez is egy kulcskérdés, és azért az, hogy ma Magyarországon hogyan viszonyulnak a háborúhoz a magyar emberek, az azt gondolom, hogy sokan kritikát irányoznak e tekintetben a magyar kormány irányába, de azért azt ne feledjük el, hogy az ukrán kormány 2017-től elkezdődően szisztematikusan leépítette a kisebbségi jogokat a nyelvtörvénnyel, az oktatási törvénnyel és számos egyéb intézkedéssel, a félelem légkörének a megteremtésével. És ez a magyar ellenes légkör, ez továbbra is sajnálatos módon az egész országban és Kárpátalján is meghatározó módon jelen van. A nemzetiségi törvénynek az elfogadása, mint tény, az azt gondolom, hogy nagyon fontos. Hiszen az ukránoknak érzékelniük kell, hogy
a jogállamisági kisebbségvédelmi szempontok teljesítése nélkül az egész Európai Uniós perspektíva, amit egyébként megnyitottunk a számukra, és elsők között támogatta Magyarország is, nem fog megvalósulni. Szerbia esetében egy kisebbségi akciótervnek a kidolgozását tudtuk elérni két oldalú tárgyalásokon, és ez beépült az Európai Uniónak a feltételrendszerébe. Azt gondolom, hogy egy ilyen kisebbségi akciótervnek a kidolgozása ukrán vonalon nagyon komoly megoldást jelenthet. Egyfajta átfogó megállapodást szeretnénk az ukránokkal kötni, amely alapvetően a kisebbségi jogoknak, a szerzett kisebbségi jogoknak a helyreállítását célozza. Ez a törvény, amiről szó van, ez felemás. Mindenek előtt azért, mert nem a nemzeti kisebbségek jogait szabályozza, hanem a nemzeti közösségeknek a jogait szabályozza, amely azból a szempontból tetszetős, hogy nem kisebbségezi le a nemzeti kisebbségeket. Ugyanakkor viszont egy nagyon ravasz játékról van szó, mert a nemzeti kisebbségek védelmének van az ENSZ-ben, az EBSZ-ben, az Európai Unióban egy meghatározott fogalomrendszere, és ez a nemzeti kisebbségekből indul ki. Tehát, hogyha a nemzeti kisebbség, mint fogalom nincsen benne, és már pedig nincsen benne ebben a nemzeti kisebbségi törvényben, akkor az azt jelenti, hogy a nemzetközi hivatkozási lehetőségei a Ukrajnában élő nemzeti kisebbségeknek nincs jelen. Én a kollektív jogoknak a talaján állok, sajnálatos módon ez nem arról szól, ravasz módon azt a benyomást kelti, mint hogyha itt a kollektív jogoknak a biztosítása történje. Általában a nemzetközi jog nem a kollektív jogokról szól sajnos. De itt sajnos még az egyéni nemzeti kisebbségi jogoknak a biztosítása sem garantált ennek az új ukrán kisebbségi törvénynek az eredményeként. Most át, hogy kifutottunk az időből, erről külön tarthatnánk egy találkozót, vagy beszélgetést. Én az egész magyar külpolitikának az Ukrajnával kapcsolatos korábbi álláspontjával nem értek egyet, és ezt teljes tévútnak tartom, de hát ezt most nem fogjuk tudni megvitatni. Most ami most történt, tehát én sem tudtam részleteiben tanulmányozni, de alapvetően ezt a pozitív jelnek tartom. És a lengyelek is úgy értékelik, akik velünk együtt érintettek hát a dolgokat. Nagyobb a lengyel kisebbség, mint a magyar. Nagyjából ugyanakkor, de a romára sokkal nagyobb. Az egy 400 ezeres kisebbségi csoport. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk ezt üdvözölnünk kéne, és valóban keresni azt, hogy megoldódjanak a problémák. Az, hogy így elmérgesedett a viszony, az nem kis részben szerintem a magyar kormány elhibázott reakciójának köszönhető. Ez eredetileg ebben nem volt magyar ellenesség. Ez az oroszokra irányult, és kollaterálisan érintett minket is. A magyar kormány nagyon durva reakciója után vált, ez egy erősen magyar ellenes dolog. Érdekes módon nem román ellenesség van, lengyel ellenesség, hanem magyar ellenesség van, amiben része volt a magyar kormány politikájának. De szerintem erről majd egy újabb beszélgetés. Erről majd újabb vitát, hát mindegyikről, amiről beszéltünk, mindenről újabb vitát lehetne, és fogunk is, ha lehet, a jövőben is erről veletek is, meg másokkal is vitákat folytatni. Sajnos az időnk lejárt, mármint hogy a műsoridőnk lejárt. Ez volt az utolsó külpolitikai kitekintő ebben az évben, jövő évben lesz. Németh Zsolt és Szent Ivány István is remélem vendégeink lesznek még a jövőben is. Nem túl gyakran, mert a igazi puskaport nem akarjuk nagyon gyakran előni, de azért időnként egy ilyen kultúrát, vitát is szeretném elmondani. Most ugye mi azt mondtam, hogy ők nem politikusként vannak itt, de hát ők azért politikusok, és ez mutatja, hogy politikusok is tudnak szakértők, meg kultúremberek is lenni. Úgyhogy tessék követni a példát mindenkinek, akit illet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nektek is, és a kedves nézőknek is nagyon kellemes ünnepeket kívánok. Ugye a Hanuka meg a karácsony megint egybeesik, úgyhogy mindenki ünnepeljen azt, amit akar. Mindent lehet ünnepelni egyébként, nem zárja ki egymást, de ebben nem megyünk bele, ez nem külpolitika. Szóval mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket kívánok. Kívánom, hogy még a Szent Iványi István által mondottaknál is pozitívabb legyen a jövő év.
De hát ez azért jó, mert akkor majd jövőre ezt is megvitatjuk, hogy kinek a jóslata vált be, remélem egyikőjük és sem, hanem minden jobban alakul, mint ahogy ezt gondoljuk. Nem ez szokott lenni a világban, de hát ha most ez lesz. Úgyhogy Németh Zsoltnak, Szent Iványi Istvánnak és mindenek előtt kedves nézőinknek köszönöm, hogy itt voltak velük. Kapcsoljanak ki most a politikából egy időre, és felejtsük el, hogy milyen a világ körülöttünk, éljünk a családnak, saját boldogságunknak, és találkozunk jövőre mindenkivel. Köszönöm szépen, viszontlátásra, boldog új évet!